A következő futballbajnok idényben már nem Kecskeméten dolgozik Bekő Balázs vezetőedző, aki komoly lehetőségre igent mondva érkezik majd trénernek Diós györbe. Eddigi klubjával a KT-vel végzett munkája miatt érdemelte ki az ajánlatot, de ez egy különösen szomorú búcsú lehet a lilák anyagi bajai és liszenz bukása miatt. Bekő Balázs a vendégünk. Jó reggelt kívánok, szervusz Balázs! Jó reggelt kívánok! E azt mondtad a felcsúton elszenvedett 4 0 vereség után, hogy te nem akarsz semmit mondani most erről a meccsről, mert idézlek, biztos vannak olyanok, akiknek jó érzés egy halára ítélt csapatot nézni, nekem nem volt az. Rózsapál tulajdonos is elkövetett mindent, hogy Kecskemét életben maradjon, a saját pénzét tette a futballba, és nem tagadott, hogy nem volt egyszerű megélni, hogy meglett játékosok sírva jönnek le a pályáról. Miért alakult ez ilyen drámaja? Mit gondolsz, igazságtalan az, ami most a kt történik, ez az anyagi bukás, ami valószínűsíthető? Ez nem az én dolgom ezt megítélni, nekem vannak érzéseim ebben a kapcsolatban, és tulajdonképpen ezek jöttek elő, mert valami olyasmi történt a mérkőzés után, amire senki nem számított, hiszen nagyon sokan eljöttek Kecskemétről, és végigbuzították a csapatot, és és valami olyan ünneplésben, vagy nem is tudom miben volt részünk a mérkőzés után, ami ami megható volt, és tulajdonképpen valószínűleg nem is valószínűleg, hanem biztos, hogy ennek a társadalmat is voltam, amikor amikor volt ez a sajtótájékoztató, de amit mondtam, azt így is gondoltam. Mm, de így gondolod, most is most így gondolod. De azért mondom, mert azért a szavaidban azt érzem, hogy hogy van benne olyan keserűség, hogy azt gondolod, hogy ezzel a klubbal hát elbántak, vagy nem feltétlenül kezelték egyformán másokkal? Nem, nem nyilván nem, nem erről van szó. Még egyszer mondom, ez, én nem akarok ebbe belemenni, mert nem értek a, a, a liszenzhez, tehát nem tudom, minek és hogyan kell megfelelni. Én azokat az érzéseimet mondtam el, ami, amit, ö, amit én tudok, én meg tudok tapasztalni, tehát ö, az, hogy mi a pályán ö, megtettük, amit meg lehetett, azt, azt látva azokat az erőfeszítéseket, amit a tulajdonos ö, ö, megtesz a csapatér nap, mint nap, én, 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 ezeket, ezek az érzések jöttek elő bennem. Az, hogy mik a szabályozók, és minek kell megfelelni, és, 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 ezek az egyéb dolgok, nyilván ebben nekem, erre nekem nincsen rálátásom, és nem is az én dolgom. Úgyhogy ezért ennyire nem boncolgatnám én az én saját részemről. Azt Ezek biztos, érzések igen. Az biztos, hogy a Kecskeméten az elmúlt időszakban kisebb csodát hoztál létre, és ez a csapat, lehet mondani az irányításod alatt, végig, tavaly is, idén is, hát erőn felül teljesített? Én azt gondolom, hogy ezt lehet mondani, hogy erőn felül teljesített. Ezek a játékosok kiadtak magukban mindent, amit, amit ki lehetett vagy ahogy szoktam mondani, kifacsartam őket, a, amelyre csak lehetett. Nyilván ez, ennek, ennek meg lett valahol az eredménye is, hiszen azért elég stabilan szerepeltünk, és voltak iszonyatosan jó periódusaink, egy -egy, akár egy-egy szezon nézek, vagy akár az egész bajnokságot nézve. Mire vagy te a legbüszkébb az ott töltött időszakról? Hát, hogy egy, egy, egy családias csapatot tudtunk kialakítani, nyilván nem egyedül csináltam, hiszen azért segítőimmel, meg a, a, a klubban dolgozókkal együtt, de egy nagyon egységes, egy nagyon szerethető, egy nagyon, nagyon, nagyon szimpatikus csapattá váltunk, akinek van, van volt és van is egy stílusa, amiről rá lehetett ismerni, tehát úgy, úgy az egész, úgy, úgy összeállt. Az benne van most a lehetőségek között sajnálatos módon, hogy ami ott fölépült Kecskeméten, az úgy, ahogy van, így össze fog omlani és gyakorlatilag megszűnik ott a futball? Hú, nagyon nehezett kérdezni, nagyon remélem, hogy a futball nem szűnik meg Kecskeméten, mert az, az azért még nagyobb ö, tragédia lenne. Az, hogy, ö, hogy a lisztász miatt ö, visszasorolódik esetleg a harmadosztályba az előfordulat, hiszen az első fokú ö, döntés az ez, hát aztán, hogy hogy lesz utána, nem tudom. A, a klub körüli gondokból te, mint edző, éreztél-e komolyan bármit? Megpróbált mindenki úgy tevékenykedni, hogy mi a lehető legkevesebbet érezzük ebből. Igazából ennyi. Tehát a család jól működött. Igen, igen. No, azt mondtad, és ez is egy érdekes dolog, hogy már a szezon előtt bejelentéttétek a váltást, és az, hogy te elmentél abban, abban egy, egy uhatatlan karrier lépés lehetősége sokkal inkább benne van a döntésedben, mint a kecskemétiek labilisabb helyzete? Persze, ez egyértelmű. Tehát ez nem is kérdés, hiszen amit, amit meglehetett, vagy amit, amit vállaltam Kecskeméten, azt, azt én azt gondolom helye közzel nagyjából teljesíteni tudtuk, és, 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 rendben volt. És ha az ember hát úgy gondolom, hogy, hogy, mindig akar előrébb lépni, mindig akar egy picit följebb, mindig egy picit többet szeretne elérni, és ebben, ebben ez egy nagyon jó lehetőség. Igen, pályá csúcsának mondta a DVTK-ba szerződést, miközben, ha provokáljak egy kicsit, a saját jó munkád miatt is végülis a nyolcadik helyzet csapatól a hetedikhez szerződsz. <laughs> Igen, de, de ez nem... Én azt gondolom, hogy, hogy Dőzsőben, le, ami, amilyen lehetőségek jelen pillanatban vannak, és amilyen közeg a igazi, én, azt mondtam korábbi interjúban, hogy egy igazi futballközeg Érezhető, hogy hogy, 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 lehet ott ennél, ennél, ennél jobbat is csinálni. Ugye a náluk sportigazgató Árki Gáborral te több évet játszottál együtt. Igazából a személyes viszony is sokat nyomott alatba, tehát hogy ő hívott téged, és ez is erősítette azt, hogy oda kell menned? Nyilván ez egy könnyebbséget okoz ugye az embernek, hogyha ha olyan, olyan környezetbe kerül, ahol azért vannak ismerős arcok, pláne, hogyha régről ismert arcok, és ez, 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 nagyban segítheti az embernek a beilleszkedését, de, de önmagában nem, nem, garancia semmire. Tehát ha csak azért mentem volna, mert a Árki Gábor a, a, a dolgozik, ott dolgozik Diózsőrben, akkor azt hiszem, hogy, 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 hogy tévúton járnék. Na most azt mondtad, hogy ezzel a Diós Győrrel te a következő szezonban az első öt között szeretnél lenni, az első öt között kell lenni, de hogyha azt mondjuk, hogy Kecskeméten meg ugye az volt elsősorban a cél, hogy kényelmesen biztosan bennmaradni az első osztályba, hogyha ezt átfordítom, akkor lehet, hogy ennél még ambiciózusabb terveid vannak? Mint mondjuk egy ötödik hely? Mindig többre kell törekedni, ez biztos. Én hiszem azt, hogy, hogy abban a, környezetben, azokkal a lehetőségekkel, ezekkel a játékosokkal, ugye nyilván azért változások biztosan lesznek, ö, nagyobb célokat is el lehet érni. A változások lesznek, és ez a kérdés, hogy az igazolásoknál abban a klubmodellben a te fognak teljesülni. Te már megszoktad kecskeméten azt, hogy a tulajdonossal, hát a kompromisszumokat kötve és együttműködve kell haladni. Én nem gondolom, hogy ez másképpen lehetne Diósgyőrben is. Itt ugye, ez, én nem én vagyok az első számú ember, itt, vagy nem én vagyok az első számú dolog. Itt a klub a legfontosabb, tehát azt kell figyelembe venni, hogy a klubnak mik a, mik, a, mik a lehetősége, mik az elvárása is, és ehhez mérten kell, kell cselekedni mindenben, ez akár játékos politikában, akármiben. Tehát az, hogy én nekem milyen kívánságaim vannak, én persze nyilván, ha a kívánságlistát lehet állítani, azért biztos lenne egy-két olyan játékos, mondjuk Messi, Ronaldo, egy-kettő, akit az ember szívesen elég azonnal, de nyilván nem erről van szó. Úgyhogy, ö, de ez most nagyon előre mentünk, én azt gondolom, mert, ö, mert ö, még ugyan még ennek a bajnokságnak sincsen vége. Ezt a bajnokságot azok után, hogy amilyen helyzet van ez a csapat, hogyan kell befejezni? Tisztességes. Mit jelent a tisztességes Tisztesség. befejezés? Sportemberekhez méltóan, odállni, a lehető legtöbbet kihozni, amit lehet. Picit koncentráltabban, mint a hétvégén, hiszen, hiszen játékban nem voltunk rosszak, de, de koncentrációban, kulcs momentumokban nagyon gyengének mutatkoztunk. Lehet, hogy, hogy nekem is át kell gondolnom azt, hogy esetleg olyan fiataloknak adjak, még, adjak lehetőséget, akik, akik ugyan már játszottak, de kevesebb lehetőséget kaptak, hiszen, hiszen ők, ők talán úgymond tisztábbak egy kicsit még, vagy tisztább, sokkal tisztábbak, uh, lelkületűek, és, uh, és, uh, és, nagy lehetőségnek fogják fel uh, majd ezt az utolsó két fordulót. Azt mond meg végül, Balázs, hogy te Kecskemétről viszel a játékosokat? Fogalmam nincsen. <laughs> Ezzel még nem fogalmam. Ne, nem, abszolút nem. Nem, nem, Abszolút nem. Tehát itt, itt most uh, még az két hét van. És, uh, ezt, ezt, le, ezt tényleg, ezt, tényleg ezt, ezt, kereskeméttel ezt, kell tölteni. Ezt tehát igen, a fejedben nincs Ezt ez abszolút mértékben így van. Azt te, ha minden jó megy, eltervezed magadnak az edzői karrieredbe, hogy egy olyan klubnál, mint a Diózsir, hány évet lenne érdemes eltölteni, ha jól mennek a dolgaid? Hát így nem, az ember ugye ennyire ezt a megtanultam, annyira előre nem lehet tervezni, nem szabad tervezni. Viszont az biztos, hogy hogy konzekvensen és következetesen kell dolgozni, mert hogyha, és ez bizonyította a kecskeméti időszak is, hogyha az ember így dolgozik, vagy így próbál meg dolgozni, és, és nem tér le a, a saját útjáról, akkor, akkor igenis lehet elérni jó eredményeket. Hát igen, úgy tűnik. Balázs, mindesetre akkor én egy tisztességes lezárást kívánok nektek kecskeméten, és aztán sok sikert majd az új feladathoz is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm.